Köszöntöm a Karcefem Rádió hallgatóit. Hat óra után ez a hangoló, munkaerőpiaci témával kezdjük a mai műsorfolyamunkat. Az európai parlamenti választások apropóján országjáró kampányba kezdett a Demokratikus Koalíció árnyékkormányának kormányának miniszterelnöke. Dobrev Klára Szombathelyen és Szegeden többek között arról beszélt, hogy az Orbán kormány elmúlt 13 évének köszönhetően valamennyi magyar visszalépett egyet. Mind Európában, mint pedig a közép-kelet-európai régióban. Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdaság és Versenyképesség kutatóintézet Intézet munkatársa egy cikk sorozatban tekintette át a gyógycsánypárt politikusának állításait, és száfolta azokat a Központi Statisztikai Hivatal, az Euróstat és az OECD adatai alapján. Szalai Piroska most itt van a stúdióban, jó reggelt köszöntöm. Jó reggelt kívánok én is önöknek. Dobrev Klára milyen adatokból dolgozhatott? Országjárásának két állomásán mutatott különböző diákot, azonban sehol nem volt forrásmegjelölés. Nem, nem volt forrásmegjelölés. Egyes helyeken voltak ö, ö, olyan megjelölések, hogy melyik időszakról van szó. Például a kereseteket az szeretett el, a szeretettel a 21-es, a 2021-es kereseti adatokat mutatta, holott azért tudunk már 22-es adatokat is. Alapvetően a infláció esetében a márciusit mutatta, mert az még nagyobb volt jóval, mint az áprilisi, ezért gondolom nem az áprilisit mutatta. Abból is megvan már egy ideje az á, a, a legfrissebb adat. Tehát igazából az adatok frissességével is van gondom, illetve vannak olyan területek, ahol nem is tudom, hogy honnan vette a számokat, az adatokat. A kereset az tipikusan ilyen. Tehát a, az Európai Unió. Ö, kereseti statisztikái. Az angol earnings szót használják erre a statisztikára, tehát hogyha valaki eurostatot akar keresgélni véletlenül, elég bonyolult a történet, akkor hogyha erre a szóra keres rá, akkor egy olyan statisztikát fog látni, ahol a magyar bruttó átlagkereset vásárló értéke jelen pillanatban akkor, ahogy mögöttünk még 8 országot van. Ez 26-ból? A 27 országból. 27 a 27 országból. Még Dobrev Klára szerint második. Egy. Második legrosszabb. És Dobrev Kára azt mondja, hogy Bulgária a legrosszabb, én meg jelen pillanatban azt látom, hogy Szlovákia a legrosszabb, most én nem akarok itt. Aki semmiféle... euróval fizet? Aki euróval fizet. Pontosan. És Dobrev még, fogunk erről még erről beszél. beszélni, és végigmegyünk ezeken a diákon, a Demokratikus Koalíció. Ányék kormányának, vezetőjének állításain, de egy kicsit ugorva és politikai térre, nem feltétlenül erre akarom terelni a beszélgetést, de együk szóba. Egy politikus meg egy politikai versenynek mindig az a alapvető története, hogy az ellenzéki politikus alternatívát kínál a kormánypárt ajánlatával szemben. Na most a demokratikus koalíció és a hozzá köthető politikusok utoljára 2010 előtt voltak kormányon. Hogyha ezt az időszakot veszük a 2002-2010-et, illetve 2010 és 2023 közötti éveket, akkor bármilyen szegmensben munkaerő, munkaerőpiac, kereset, családtámogatások, rezsi, infláció, van olyan szegmens, amiben etalonként vagy példaként szolgálhat a mostani kurzussal szemben az akkori szociálliberális kurzus? Én olyan ö, részadatot sem tudok, tehát nem ilyen nagy területeket, hanem ennek töredék, kicsi területét sem tudom mondani, ami valamilyen szinten összefügg a zsebünkkel, most mindegy, hogy a munkánkon keresztül, vagy egyéb más javadalmazáson keresztül, vagy, vagy, ö, vagy összefüggenek az árak, az is ugye a zsebünkkel, a pénztárcánkkal függ össze. Tehát, hogy bármilyen szinten, ha össze tud függeni egy család, egy, 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 egy magyar honfitársunk jólétével, életszínvonalával, Semmi olyan területet nem tudok mondani, ami jobb lett volna 2010 előtt alapvetően. 2010 előtt nem csak a keresetek ö, voltak tényleg az egyik legrosszabbak Európában, vásárlóerő tekintetében is, az áraink sokkal ö, magasabbak voltak számos területen, például a lakossági energia áraknak minden típusa, a villanyagáza, minden egyéb magasabb volt az európai átlaghoz viszonyítva is, de itt még forintálisan is többbe került a villanyára, mint jelen pillanatban a tavalyi nagy emelkedéssel együtt alapvetően. A családtámogatásokról jobb nem is beszélni, hisz ott például ö, ö, a gyest ugye meg akarták kurtítani, az egy történet, viszont adókedvezményeket a foglalkoztatottak a családok után gyereket nevelő, a gyereket nevelő foglalkoztatottak adókedvezményeket csak a nagycsaládosok esetében kaptak, és akkor is csak egy picike összeget, ilyen 10 forint környéki összeget. Tehát az a családtámogatási mérték, ami 2010 előtt volt, annak sokszorosa, legalább négyszerese a mostani, még GDP arányosan is. Szent igaz, azok a számok, amiket akár helyen, akár Szegeden hallottunk Dobrev Klárától, azok a számok, azok nem a teljes családtámogatást mutatták meg, hanem ő csak a család Potlékról beszélt, például. Ez, ez Annyira töredéke a családtámogatási rendszernek, akkor, ahogy mondtam, itt De az. A tekintve sokkal kevesebb volt 2010 előtt, tehát 2010 fajtáját után A igen. tekintve, igen, illetve a különböző juttatásokat, tehát a, az otthonteremtési támogatásokat, a gyermekek adókedvezményét szintén pluszba lehet számolni. Abszolút, tehát hogyha most egy picit a családtámogatásokat körbe tudjuk járni, egy nagyon kicsikét, akkor ugye vannak azok a támogatások, amiket pénzben kap a család ö, és a költségvetési sorok, megjelenik. Ez a gyed a gyes a, a csed. ugye, ami 100% százaléka most már e, egy kis ideje a e, szülőanya korábbi fizetésének alapvetően, e, ott van a családi pótlék mögötte, de ezeken a pénzbeli jutatások mellett hatalmas mértékűre nőtt, tehát bőven több, mint egy millió embert érint az adókedvezmény, hisz az egy gyerekesek is kapnak már adókedvezményt. A e, tavalyi februárban ugye e, a tavaly előtti év átlagkeresett tartó eszélyáját visszakapták a gyermekesek alapvetően. Az adókedvezmények mellett rengeteg megtakarítással, illetve kölcsönnel kapcsolatos kedvezmény is bevezetődött, amiből egyik sem volt korábban. A megtakarítással kapcsolatos, az ugye a gyerek születése után a babakötvény, a állam is hozzátesz a, a kötvény kamataihoz. A kölcsönökkel kapcsolatos, az meg szabad felhasználású kölcsönünk is van már, a babaváró kölcsön, babaváró hitel, amit bármire lehet használni, de már korábban ugye a, a csok és a csok melletti támogatott kölcsönök is az ö, ö, megjelentek amik a lakhatással kapcsolatos mindenféle problémát, új lakásvásárlás, használt lakásvásárlás, mindenféle egyebet ö, ö, támogatják alapvetően. Ezek is támogatások, de a költségvetésben nem ott szerepelnek, ahol a szociális kiadások, illetve a diákhitelnél is, hogyha egy diákhitelt fölvett, ö, egyet korábban fölvette az anyuka a diákhitelt, és megszületett a gyermek, akkor a bizonyos esetekben a diákhitelből is elenged. Kedvezményeket kaphatnak a kisgyermekesek. De emellett még van egy csomó olyan apró tétel, például beruházással kapcsolatos támogatások, amik szintén nem a szociális soron szerepelnek a költségvetésbe, tehát máshol kell keresni. Emlékszünk biztos rá, hogy Tavaly minden gyereket nevelő lakáskarbantartási támogatást kaphatott. Aztán a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye, ez is ilyen beruházással kapcsolatos. Illetve hát számos sokkal kisebb, apró kis tétel is van még. Tehát ennyire szerte ágazó gyermekvédelmi, illetve nem gyermekvéd, nem hanem családtámogatási rendszerünk még nem volt a magyar gazdaság történetben. A váltás az. Akár a gondolkodásban is a munkaerapú társadalomra vezethető vissza, erről lehetne beszélgetni hosszú órákat is, de az inflációt ejtjük azért szóba, ez egy sláger téma a bal oldalon, Dobrev Klára is beszédébe, igen, sok mondatot áldozott ennek. Ő azt mondja, hogy az átlag háromszoros, az uniós átlag háromszoros, az eurózóna majdnem négyszerese, 25%-os a pénzromlás Magyarországon, ami hungarikuma az európai közösségen belül. Hát most két dologhoz hasonlítsuk. Jó, először menjünk visszafele a magyar gazdaság történetbe. Még 25%-os inflációnál is volt nagyobb az elmúlt 30 évben. 28% volt éves szinten, nem egy hónapban éves szinten, a bokros csomag idején, a bokros csomag évében. Magyarországon nincsen sem idén, sem tavaly 25%-os infláció. A tavalyi éves ö, átlagos inflációnk ha magyar nézőpontból nézzük, tehát a lakosság, magyar lakosságra vetítve számoljuk, akkor 14,5 ez a KSH módszertana, hogyha az EU módszertanával nézzük, abba bele kell számolni a magyarországi költéseit a külföldieknek. Akkor a tavalyi évben egy picit nagyobb volt, akkor 15,3 de ez sem, 25 egyik sem. És a 15,3 fölött is volt három ország a tavalyi év Akinek nagyobb volt az inflációja tavaly. Ezt a három országot most szívesen megemlítem, nem azért, hogy milyen jó, hogy nekünk nem akkora volt, mint náluk, hanem azért, mert mind a három ország euróval fizet. Tehát Észtország, akkor az euró az lettország. nem feltétlenül gyógyír az Pontosan. inflációra, mint ahogy egyébként Pontosan. állítják ezen a oldalon? Abszolút nem gyógyír. Észtország, Lettország, Litvánia, a, akinek tavaly legnagyobb volt a, a, a átlagos inflációja, mi úgy tudtunk ezek mögött maradni, hogy sokkal később kezdődött el az árak emelkedése. Alapvetően ott van Európában nagyobb áremelkedés, ahol a gazdaságot a háború, de nem is annyira a háború, hanem inkább a szankciók, mert az áremelkedések korábban elkezdődtek több helyen, mint ahogy a háború elindult, de a szankciók hírére már, tehát ilyen prociklikus módon elindult az infláció több felé, de ott van nagyobb mértékű áremelkedés, amely országok gazdasága jobban kitett a háborús, illetve a szankciós Ö, ö, restrikcióknak alapvetően, tehát a háború hatásának. Magyarul itt a körzetünkbe levő országokban van nagyobb, és mondjuk Franciaországban kisebb értelemszerűen, vagy Spanyolországban. Említette, hogy a bokros csomag ideje alatt 28%-os éves infláció volt. Az Inflációs Akadémián, amiről Gyurcsány Ferenc beszélt a Facebookon közösségi oldalán, hogy alapítanak egy ilyet, ott a 2004 és 2009 közötti időszakból, tehát amikor ő volt miniszterelnök, melyik évet tudja kivenni és példaként felmutatni a diákok elé? Hát nagyon remélem, hogy 2006, 7, 8, 9 ről is beszélni fog, sőt még 10-ről is. Ott az inflációnk többször volt két számjegyű. Alapvetően, hogyha nem csak erre az időszakra gondolunk, akkor volt tíz olyan esztendőnk. Igaz, hogy az eleje még a Kádár rendszer vége, tehát 1988-tól 1997-ig tartó időszak, amikor a tavalyi 15,3% fölött volt az éves infláció. A mostani, tavalyi 15,3%, illetve az idei szintén 15-17% nem tudjuk hány százalék, de valami hasonló mértékű százalékot kalkulál mindenki. 15-17%-os idei várható infláció, ez kettő esztendőben lesz összesen. Az összes többi várhatóan már a jövő évi is, és a korábbiak is sokkal-sokkal kisebbek, nem hogy egy számjegyű, hanem 5 alatti alatti A kormány azt mondja, igen, hogy év végére egy számjegyű lesz. Igen. Az infláció, illetve ezt várja, az Európai Bizottság konkrétabban fogalmaz, ő azt mondja, hogy a jövő év januárjában nagyjából 4 lehet, és hogyha jól emlékszem, a valuta alap is nagyjából megegyezik. Hasonlót mond. Illetve igen. Hasonló az elvárása. Az, hogy csökken az inflációs szint, az mit jelent? Csökkenni az árszint is, vagy a keresetek növekedésével kerülhetünk arra a szintre, ami mondjuk két-három éve. Meg volt, volt adott alapvetően. volt és éltünk. Igen. Azt szerint. Most érdemes annyit látni, hogy a magyar gazdaság történetében mondjuk a rendszerváltás óta árcsökkenés nem igazán volt. Nagyon ritka és egy-két esetben bizonyára emlékszünk rá, hogy volt egyszer a benzinnél egy kicsi, de, de összességében árcsökkenés nem nagyon volt. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a magyar gazdaságban számos élelmiszer, az élelmiszer termékcsoporthoz tartozó nagyon sok adatnak decemberben volt a legmagasabb az ára. Tehát folyamatosan csökkennek, de ilyen nem volt eddig. Tehát alapvetően én is mindig úgy kalkuláltam, hogy meg fog állni az árak emelkedése, vagy csak egy nagyon picikét fognak összességében emelkedni. Most ez egy kuriózum, na ezt mondom inkább hungarikumnak, hogy egy picit csökkentek is bizonyos árucsoportok, de olyan árucsoportoknak az ára, amit nagy mennyiségben vásárolunk. A ö, ö, infláció azért fog tudni viszonylag gyorsan egy számjegyűre lecsökkenni, mert a tavalyi évben július-augusztustól indult meg egy nagyobb infláció, és ott már július-augusztustól a bázisunk is nagyobb lesz. Ugyan a tavalyi évhez hasonlítjuk az inflációt. Nagyobb lesz a bázisunk is, és így ott már nem lesz 20 meg 25%-os infláció véletlenül se. Én úgy úgy várom, hogy ahogy tavaly havonta 4 százalékokkal is, tehát volt olyan hónap, amikor 4 százalékkal emelkedett, százalékponttal az infláció, úgy most csökkenni fog. Tehát a nyártól 20 százalék alatti lesz, ez majdnem biztos már, és az év végére, ha szerencsénk van, már októberre elérhetjük az egy ha tényleg elindul lefele több dolognak is az ára, most ugye a benzin az nagyon rendesen ö, ö, olcsóbb, mint pár hónappal ezelőtt volt, tegyük fel. Ha ö, nincs ilyen szerencsénk, most elnézésre szerencse szót használom már másodszor is, akkor decemberre szinte biztosan, tehát ö, ö, Elindultak úgy a folyamatok Magyarországon, hogy mi korábban azt mondtuk, hogy nagyon sokat kell dolgozni, de legyünk rajta és, és legyen meg az számjegyű. Most már többek között ezzel a benzinárakkal, többek között a, a tömegközlekedés, Vármegye bérletek sokkal olcsóbbak, mint a korábbi időszak tömegközlekedése volt, illetve azzal, hogy a gazdasági versenyhivatal tényleg dolgozik. Most Reálkeresetek meg. fényébe ez mit jelent? Szerdán jöttek ki az adatok, a központi statisztikai hivatal szerint a bruttó átlagkereset 577 ezer forint. Igen, a ö, márciusi adatok jöttek ki, tehát az első negyedévet ismerjük már, meg a márciusi hónapot. Ö, ez konkrétan azt jelenti, hogy még ebben a három hónapban nem volt reálkereset emelkedés, de azért arra emlékezzünk, hogy Magyarországon a tavalyi évben szeptemberig reálkeresett emelkedés volt unikális egész Európában. Az Európai Unióban már sokkal korábban elkezdődött a reálkeresett csökkenés. Például Németországban három éve folyamatosan reálkeresett csökkenés van. Nálunk ugye a tavalyi év utolsó négy hónapjában, illetve most itt az első fél évben várok maximum reálkeresett csökkenést, méghozzá azért, mert ahogy elérjük az inflációval a 17 ot így lefele, abban a pillanatban már a ö, keresetek emelkedése is ugye olyan 16-17 százalék környéki, ö, megint magasabb lesz a keresetemelkedés, mint az infláció. Tehát növekedni fognak ismét a ö, reálkeresetek, és ezért merem azt mondani, hogy még nevessük el, hogy az idei évben is nullán lehetünk, vagy egy hajszálnyi reálkereset növekedést produkálunk éves átlagban. Számos dia van még, számos állítás van még. A munkaerőpiacsal foglalkozzunk egy kicsit, és ez már másik hír. A háború időszakában és a gazdasági nehézségek ellenére is... 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon. szombos Sándor foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár beszélt arról nemrégiben, hogy a magyarországi befektetések száma és mennyisége igényli külföldi vendégmunkások bevonását átmenetileg, hogyha nincsen magyar munkaerő. Az Kapcsolatos jogszabály a parlament előtt fekszik. Ez mit jelent? Hiszen lehet már olvasni olyan újságcikkeket, amelyek azt vizionálják, hogy tömegével fognak itt külföldi munkások megjelenni Magyarországon? Hát tudjunk róla, hogy jelen pillanatban a, a külföldiek, a, magyar,. magyar Magyarországi lakosok, akik Magyarországon is élnek életvitelszerűen, de külföldre járnak dolgozni, azoknak a száma olyan százezer környéki. A COVID, alatt lecsökk... de COVID előtt 120 volt, aztán lecsökkent 80-ra, és most megint 100 körül tartunk. És sokkal kisebb jelen pillanatban még a külföldiek, tehát akik külföldiek és Magyarországon dolgoznak. Tehát még az egyenlegünk sem nulla jelen pillanatban, úgyhogy annyira azért nem kell itt vizionálni rengeteg külföldi vendégmunkást. A vendégmunkás sokat szabályozó jogszabályi környezetet viszont érdemes mindenféleképpen felülvizsgálni, hisz az még akkor készült, amikor messze nem volt Ukrajnában a háború, illetve nem voltak a határaink mellett ilyen komoly fenyegetések. Bizonyára emlékszünk rá, hogy miniszterelnök úr már korábban kimondta, hogy 500 ezer új munkahelyet fognak teremteni a most már csőben levő beruházások. Ez az új 500 ezer munkahely, ez nem azt jelenti az én fejemben legalábbis, hogy 4 millió 700 ról 5 millió 2-re fog majd a foglalkoztatottak létszáma bővülni Magyarországon, hisz azért mindig igaz, hogy a gazdaságban, minden gazdaságban, nem csak a magyarban, vannak bezáró, vannak megszűnő munkahelyek is. A megszűnő munkahelyeknél viszont jóval nagyobb az újonnan alakuló munkahelyek köre, Egyrészt ezért én azt gondolom, hogy nem fog csökkenni a mostani csúcs 4 millió 700 ezeres foglalkozatot létszámunk. Bővülni tud még hozzá úgy, hogy még mindig vannak belső források, csak nagyon nehezen mobilizálhatók, hisz viszonylag távol vannak kis településeken nehéz a bejárás. Bizonyára tudjuk, hogy Somogyban volt az egyik legrosszabb a foglalkoztatási mutató nem oly régen még. Most már ők is aktívvá tudnak válni, illetve a miniszterelnök úr is már régen is említette, hogy mi azért várjuk, ugyanúgy, ahogy Vas-megyéből átjárnak Ausztriába, mi azért várjuk a határaink mellett levők közül azokat, akik nálunk akarnak dolgozni. Tehát azért ne arra készüljünk, hogy ezek a vendégmunkások olyanok lesznek, mint Németországban a török vendégmunkások például. Én azt gondolom, hogy Magyarországra sokkal inkább olyanok jönnek, akik, akik sokkal sokkal közelebbi, ö, hozzánk sokkal hasonlóbb ö, ö, tudásbázissal, illetve végzettséggel rendelkeznek. Illetve a magyar munkaerő továbbra is prioritást élvez. Abszolút. Bárhol él is, kis településen is. Köszönöm szépen, az lesz a végszó Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértőt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet munkatársát hallották.